15 éves a kapos kórus. Mi Dombováron szeretjük őket. Nézzék meg műsorunkat róluk. Amikor Kutas Péter kórustitkár megkeresett, többször megkeresett, nagyon rámenősen eljöttem egy próbára, és hát a próba hallatán döntöttem úgy, hogy végül is elvállalom a kórust. A 15 éves múltja ezek szerint nem csak 15 év, hanem szakmailag is valahogyan megalapozott? Igen, úgy érzem, hogy megalapozott a kórus szakmai múltja, sőt, ahogy végignéztem a kórusnak a repertoárját, egy nagyon szépen felépített repertoárt énekelt végig a kórus, sőt, abból a korszakból, amely igazán a kórusnak való, mivel kamarakórus, így elsősorban a reneszánsz korszakból nagyon sok művet vettek, és ez fekszik igazán a kórusnak. Akkor úgy gondolom, hogy Pásztor János Nét, aki a kórusnak tulajdonképpen 14-ben keresztül vezetője volt, egy év híján akkor, amikor gyesen volt. Őt is dicséret illeti. És ezek után megkérdezném dr. Kutas Pétert, aki a kórusnak titkára, de úgy gondolom menedzsere is. Mit jelent ez a titkárság és menedzserség? Hát amennyiben a menedzserségen szervezést, kapcsolatteremtést értünk, akkor mondhatjuk, hogy menedzsere vagyok. Én úgy érzem, hogy pénz nélkül menedzselni elég nehéz egy társaságot. Hadd vegyem vissza a szót akkor. Pénz nélkül menedzselni. Mostanában ez azt jelenti, hogy valami fajta alapítvány kérdésről van szó. Ezt mi a Városi Televízióban eladtuk egyszer, ezt a témát. Hogy néz ez ki? Mi ez az alapítvány? Ugye ez a magyar csoda manapság, az alapítvány. A pénz nélkül menedzselésnek a egyetlen lehetséges útja pillanatnyilag. Hát egy fél éves szervezés után, amelyet dr. Balipap Ferenccel együtt csináltunk végig, sikerült létrehozni. Ma már hatóság által jóváhagyott alapító okirattal és csekkszámlával rendelkezünk. Az alapítványhoz nélkülözhetetlen induló vagyon szintén a kapos együttesek, és ezen értem a kóruson kívül a tánccsoportokat is, rendelkezésére 350 ezer forint áll pillanatnyilag. Ez már kiváló összeg valahogyan, és még azt szeretném megkérdezni, itt valamennyi kórustag képviseletében, Kete Zsuzsa, ön itt tart a kezében egy szép piros könyvet, ez a kórusnak valahogyan a krónikája, és azt szeretném megkérdezni valamennyi városi állampolgár nevében, 15 éve létezik ez a kórus. Hányan fordultak meg ebben a kórusban? Körülbelül 50-60 között van azoknak a száma, akik a kórus munkájában részt vettek 1972. novemberétől tulajdonképpen, azokkal, akik most énekelnek a kórusba, és azok, akik már nem énekelnek, de azt hiszem a szívük, lelkük az talán még a kórusé. Akkor lapozzuk fel ezt a krónikát, és melyik az a része, amelyet legszívesebben most bemutatna nekünk? Hát azt hiszem, hogy talán a külföldi útjaink azok, amelyek a legkedvesebbek, a Montabauri, a Rommelshauseni fellépéseink, de természetesen a magyarországiak is, hát hiszen sok helyen jártunk már Magyarországon. Kapuvár, Szolnok, Győr, amit így hirtelen el lehet mondani. Köszönöm. Thank you.